és jobb, és... Fellépésre gyakorol az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör aranyérmes modern tánc csoportja. A próbát Gulyás Bognár Renáta vezeti, aki már középiskolás korában is tánctanárként tevékenykedett. A gyerekekkel való foglalkozás és a tőlük kapott szeretet irányította a figyelmét arra, milyen hivatást válasszon. Rájöttem, hogy én szeretnék gyerekekkel foglalkozni, és pont ez az alsós korosztály az, ami engem nagyon megfogott. Tehát ez is ugye hozzásegített ahhoz, hogy a tanítói pályát válasszam, és ez így abszolút bebizonyosodott a tanítóképzős éveim alatt. Hát ami a legszebb ebben a hivatásban, mert hivatásnak említeni nem is csak egy foglalkozásnak, nem csupán egy munkahely, hogy minden nap adunk valamit, és kapunk is vissza. És hogy nem csak az számít, amit tanítunk, ami a könyvekben meg van írva, hanem az egész személyiségünket, a példánkat adjuk át. A tanítás az egyetem után megszakadt, hiszen Renáta és férje fiatal házasokként olyan célokat szerettek volna megvalósítani, amelyek egy időre külföldre sodorták őket. Pozitív beállítottságú ember vagyok, és mindig pozitívan állok a dolgokhoz, úgyhogy ez csak adott hozzánk, és nem elvett tőlünk, én úgy érzem. Tehát úgy élettapasztalatot, mint tudást, ugye nyelvtudást szereztünk. Nem mondhatom, hogy mindig egyszerű volt, honvágy az mindig ott volt, és amikor csak tehettük, hazalátogattunk többször is, hogy ugye minőséges időt töltsünk itt együtt a barátokkal, a családdal. A Gulyás házas pár végül 8 évet töltött Németországban, de a szülőföld iránti ragaszkodás mindvégig bennük élt. A végleges hazaköltözést a család új tagjának érkezése döntötte el. 2020-ban megszületett a fiunk, és ez úgy átrendezte a dolgokat, minden átértékelődött az emberbe. Szerintem ez is egy olyan normális folyamata az életnek, úgyhogy ez csak még jobban felerősítette a honvágyat és azt a célt, ami igazából mindig is ott lebegett előttünk, hogy egy nap majd mi ide visszatérünk, és folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk. A szülők és a kisfiúk számára is nehéz volt a nagyszülők hiánya. Ugyanakkor a házas pár mindenképp a szülővárosban, az összetartó magyar közösségben szerette volna felnevelni gyermekét. Szeretek lenni a mamanom, mert finom sütenék, meg finom kajacot, meg szívet kis kacsot süt. Az édesapa jelenleg otthonról dolgozik. Munkájához a külföldön megszerzett nyelvtudást kamatoztatja. Szerinte azzal, hogy visszatértek Délvidékre, a legjobb döntést hozták meg gyermekük számára. Láttam a különbséget az itteni és az ottani élet között, tehát ott a gyerekek valamilyen szinten nem annyira élnek szociális életet szerintem, mint itt, és ez egy úgymond fő ok volt annak, hogy hazajöjjünk. Miután hazatelepültek, Renáta újra a tanításnak szentelte életét, és jelenleg az Óbecsei általános iskolában dolgozik. Látogatásunkkor harmadik osztályos diákjaival épp Jung Károly, délvidéki író egyik legszebb versét dolgozták fel. A tanítói hivatásban pont az a szép, hogy valóban számít a munkánk, számít az, amit nap mint nap teszünk, mondunk, és cselekszünk ott a tanteremben a gyerekek előtt. Renáta a verstan mellett a Szülőföldem című költemény mély mondani valóját is igyekszik átadni a gyerekeknek. Az a néhány év, amit én külföldön töltöttem, és az, hogy mi ide visszatértünk, és hogy mennyire átértékelődött, mindez miatt átértékelődött bennem a szülőföld fogalma és maga az értéke. Én úgy gondolom, és én abban a reményben jöttem ma haza az iskolából, hogy ezt mind sikerült átadnom a gyerekeknek. Tehát ugye leegyszerűsítve, és talán a szavak mögé rejtett érzésekkel és gesztusokkal ők ezt átérezték. Renáta számára a hazatérésben az a legszebb, hogy újra a saját közösségében élhet és taníthat. A délvidéki Óbecsére az elmúlt egy évben több olyan család költözött haza külföldről, akik a nagyszülők és az iskoláskorú gyermekek anyanyelven való tanulása miatt tértek vissza szülőföldjükre.